A Vadex mezőföldi erdő- és vadgazdálkodási ZRT, mint Fejér megye legnagyobb erdőgazdálkodója, az erdészeti, vadászati és kereskedelmi feladatok mellett számos közjóléti beruházással járul hozzá a régió turisztikai vonzerejének növeléséhez. Legújabb beruházása Velence város, a Velencei tó és térsége, Váli völgy, Vértes térségi fejlesztési tanács és a Földművelésügyi Minisztérium együttműködésével a Velencei tó melletti Bencehegyre megálmodott kilátó, amely része a bejárható Magyarország programnak. A Bencehegyi kilátó nagyon-nagyon fontos minden Velencei tó környékére látogatóknak és az itt élőknek is, valljuk meg, úgyhogy ez egy hiánypótló vállalkozás volt. Melyek voltak az alapvetései, amikor kiírták a pályázatot a kilátó pályázatnak? Ahogy ön is kezdte, nagyon népszerű volt a korábbi kilátó, és ami a lebontásra került, ezért arra kérte meg a helyi képviselő úr, gyakorlatilag a kormányt, hogy alakítsunk ki valamit, ami egy új szimbólumá válhat itt a tó környékén, és ebben partner lett a Vadex is, és akkor meg lett hirdetve egy pályázat, ami soha nem látott érdeklődés mutatott, hiszen mindenki szerette volna megmutatni magát egy olyan pályázatba, ami utána a szimbólumá válik a Velence-tavi térségben. Kiírásra került a pályázat, több mint 100 pályamunka érkezett be, és a szakmai zsűri felállította az első három sorrendjét, de végül úgy döntött, itt bevonva a velencei lakosokat is egy közvéleménykutatás alapján, hogy a második helyezett kilátó kerüljön megépítésre, és amit itt látunk mögöttem, ez a második helyezett. Ugye azt tudjuk, hogy ütemszerűen zajlott az építkezés. Az összegszerűség azt is, hogy 110 millió forintba került. Nyilván ez egy kicsit figyelniük kellett arra is, hogy ez ebből kijöjjön, de hát megérte, úgy látom. Voltak-e olyan problémák, amelyekkel meg kellett küzdeniük? Természetesen mindig voltak problémák. De inkább a jó dolgokról beszéljünk. Talán mi a legnagyobb probléma volt, amit most is érzünk, hogy bár a szép idő van, de azért itt fúj a szél, és a szél az sokszor megnehezítette és lassította a kivitelezők munkáját. A műszaki átadás megtörtént, zökkenőmentes volt, gondolom, hiszen itt érdemes körülnézni, fantasztikus a környezet. Igen, nyilván nem volt igazi probléma, egy-két apró hiánypótlással felhívták a figyelmünket, és most várunk a használatba vételi engedélyre. Használatba vételi engedélyek nyilván nem lesz akadálya, ahogy itt körülnézek, azért látszik, hogy még van tennivaló. Mit kell még dolgozniuk ahhoz, hogy aztán a teljes fényében ragyoghasson? Igen, apró dolgok vannak hátra, például a világítást, az építmény megvilágításának a technikáját kell pontosítani, aztán a napkollektorokat kell gyakorlatilag vandálbiztossá tenni. Apró simítások vannak, és megítélésem szerint készen vagyunk. Az önkormányzat kezelésében van. A Vadex-el közösen gondoskodnak arról, hogy ez olyan legyen, ahogy annak idején megálmodták? Igen, tehát hogy az elején még nem beszéltük arról, hogy ki fogja üzemeltetni a felépítményt. Ma sem tudjuk még biztosan, de hogy lesz gazdája, afelől nincsen kétségem. Mikorra várható a végleges üzembevétel? Reményeink szerint márciusban meg tudjuk az avatót tartani, hogy milyen körülmények között, erről, amikor biztos információm lesz, még csak akkor fogok nyilatkozni. A pályázatot bíráló zsűri véleménye a kilátóról, az elsődíjas pályaműhöz hasonlóan ezt a vasbeton építményt is organikus forma világihlette, növényi vagy hüllő formára emlékeztető, kétágú fejezet, minden irányból másmilyen, de arányos és egyedi megoldást kínál a kilátó megformálásához. Velence kiváló kerékpáros infrastruktúrával rendelkező város, nagyon sokan használják a már rendelkezésre álló kerékpárút szakaszokat. A mostani beruházás célja a Velencei tó körüli kerékpárút déli hálózat és a Velence Kemping utcai kerékpárút között hiányzó szakasz kialakításával a biztonságos közlekedés kialakítása, mind a hivatás, mind a turisztikai forgalom megteremtése érdekében. A tervezett nyomvonal a Tópart utcában csatlakozik a meglévő Velence déli hálózat nyomvonalához. A kormánydöntősnek köszönhetően arra sarkalják a településeket mindenütt, hogy ahol lehet, építsenek kerékpárutakat, az egészséges életmód jegyében.
tekintetében egyébként is tudjuk, hogy sportolni jó. Velence ilyen szempontból is kiemelkedik, hiszen számtalan kerékpárúton közelíthető meg, most pedig folytatódik ez a munka. Igen, igen, egy meglévő szakasz, tehát egy olyan szakaszon, ahol már van kerékpárút, de keresztül megy a korzón, ami oly népszerű Velencén, ezért arra gondoltunk, hogy jó lenne ezt kiváltani valamivel, és nyárot is olyanná tenni, ahol ténylegesen lehet közlekedni, és erre sikerült nyernünk egy topos pályázaton 170 millió forintot, aminek most gyakorlatilag a tervzsűri már látta, jóvá hagyta, és bízom benne, hogy a tavasz folyamán meg tud indulni az építkezés is. Polgármesterként nyilván, hogy kiemelten kell figyelnie arra, hogy ilyen pályázatokból a forráshoz hozzájusson a település. A kerékpárút rendkívül fontos. Azzal, hogy most összekötik a településeket is, azt hiszem, hogy kiemelt idegenforgalmi projektnek is nevezhető mindenképpen. Vannak-e ilyen jellegű terveik továbbiak is? Igen, természetesen multisportközponttát szeretnénk válni itt a tó környékén, és ugye nem csak a turizmust fejlesztenénk, hanem a munkába járás is támogatjuk ezzel. Én magam is a nyári időszakban többször kerékpárral járok dolgozni, hiszen egy kerékpáros kompetencia központ, aki támogatta az önkormányzatot, az felajánlott néhány kerékpárt, és ez nagyon népszerű sport, nem csak a kerékpár, ugye itt a vízisportok, a testnevelési egyetem ide költözése, a futball országosan, én azt gondolom, hogy mi ennek az élére szeretnénk állni. Mikor kezdődhet meg a beruházás? Reményem szerint tavasszal. Bár van egy szakasz, ahol most problémák merültek föl egy DRV, egy főnyomócsővel kapcsolatban. Én bízom benne, hogy ezt meg tudjuk gyorsan oldani, és tavasszal ennek ellenére el tud indulni az építkezés.